föld körüli utazásra invitálta a közönséget Malek Andrea, aki 3,5 évvel ezelőtt kezdte el a közös munkát Jáger Andrással. Először magyar dalokat dolgoztak fel zsidó származású zeneszerzőktől és szövegíróktól, később a zsidó énekek is a repertoárba kerültek. Malek Andreától korábban távol állt a zsidó zene, ma már azonban otthon érzi magát ebben a dallamvilágban. Ezek annyira szép dalok, én bárcsak el tudnám mondani, annyira mélyről jövő szép dalok, hogy én fizetnék még azért, hogy elénekelhessem a Jeruzsálem Selzahavat. Egyszerűen annyira felemelnek, mint egy ilyen vérátömlesztés, vagy ilyen vitaminkúra, nem tudom más, borzalmas szépen. Vándor vagyok, vagy én azt hiszem, hogy talán eddig voltam vándor, és sok mindenhol kerestem én ezt a dolgot. Nagyon sok mindent énekeltem, nagyon sok minden érdekel, mert egy olyan zenész családban nőttem föl, ahol a szöszüléssel vagyunk elfoglalva reggeltől estig. A hosszas idő eltelt, 30 év eltelt végül is, mire ide eljutottam. Biztos, hogy mondhatom, hogy ezt nem hagyom el többet. Hát, hogy ez jön velem, mert olyan kincses tár, ami egyszerűen felbecsülhetetlen értékű. A Jáger András billentyűssel való együttműködés eredményeként jött létre a Malek Andi Soulistic projekt. A zenekar tagjai remek jazzisták, akik a Városháza udvarán igazi örömzenét játszottak, különféle stílusok egybekapcsolásával. Igazából ez jazz és R&B, de a bossanovák is meg történnek benne, és hát ugye a népdalokat is így feldolgozzuk, de hát a mindennek az alapja a jazz, de van benne kicsit latinos is. Szóval, hogy hát ez egy ilyen sajátos zene szerintem. Nagyon szeretjük a latin zenét, vagy a brazil zenét, de hát a jazz is, és ugye mindenki jazz zenés a zenekarban. És akkor innen adódott, hogy ebből egy ilyen mix jött, és tényleg mindenki azt mondja, hogy egy új stílus született. Erre a fesztiválra természetesen, mivel zsidó fesztivál, inkább izraeli, héber, jidis nyelvi dalokat játszottunk,